A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ számára a nyár jelenti az igazi munkát. A jelenlegi zajló beruházások miatt az intézmény igazgatója sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, ezek a munkálatok hogyan befolyásolják majd a programjaikat. A nagy fesztiválunk, a Sátorfesztivál augusztus 8-ától 20-áig tart. Ez három elemből tevődik össze, a Bornapja, az utcaszínházi fesztivál és a Nemzetközi Néptáncfesztivál programjaiból. Na most a beruházások miatt egy kicsit változnak a helyszíneink, remélhetőleg két színpadunk azért lesz, az új szabadtéri színpad és a táncsi téren a mozi közben az új színpad, és ezért egy kicsit változik a formája a fesztiválunknak, kicsit igazodik ehhez a helyszűkéhez. A bornapját már számtalanszor megünnepelték Sátoraljaújhelyben. A hagyományos elemeken túl itt a tér adja a lehetőséget, hogy új látványelemek is kapcsolódjanak a rendezvényhez augusztus 8-án. 9-től az utcaszínházi fesztivál szintén a tér adta lehetőségekből következően naponta két színháznak lesz a bemutatója, és ami még érdekesség, hogy ugye a színjátszókör elkezdett működni itt a Kossuth Lajos Művelődési Központban, és kettő bemutatót tervezünk az ő közreműködésükkel, az egyik lesz a Hotel Mentol, a másik pedig a Dzsungelkönyve. Nem szabad megfeledkezni az augusztus 15-e és 25-e között zajló Nemzetközi Néptáncfesztiválról sem. Mindenki tudja, hogy a grúz csoport mennyire erős táncba, és hogy milyen fantasztikus produkciót adnak, de ugyanakkor itt lesznek Nepálból is a résztvevők, és a Nepál egy szintén egy egész különleges tánckultúrával rendelkező ország. A Művelődési Központ igazgatója kiemelte, az előző évekhez hasonlóan idén is sikerült jól együttműködniük a Zempléni Fesztivál szervezőivel. Így az amúgy is színes programokhoz csatlakozik majd egy jazz est, az Experience fellépése és több színi előadás is.